Üdvözlöm Önöket a konyhámban, Gréta vagyok. Ebben a műsorban egy komplett ebédet fogok Önöknek bemutatni, mégpedig egy rozmaringos, sült édes burgonya krémlevest fogunk elkészíteni, és egy köles gombócot, fahéjas, joghurtos öntettel. Kezdjük az édes burgonyával. A krémleveseket azért szeretem, mert szintén nagyon gyorsan elkészíthetőek és nagyon táplálóak, főleg akkor, hogyha burgonyát használunk hozzá. Ehhez a leveshez természetesen, aki nem tud beszerezni édes burgonyát, sima burgonyával is elkészítheti, de én most szerettem volna Önöknek ezt az egzotikus növényt bemutatni, ami a trópusi országokból származik, de már Magyarországon is kapható bármelyik nagy áruházban. Ez az édesburgonya így néz ki hámozás nélkül, és hámozással pedig egy kicsit narancssárga, pasztán narancssárga színe van. Ez is mutatja azt, hogy rengeteg bétakarotin van benne, és sokkal, de sokkal kevesebb a szénhidrát tartalma, mint a sima burgonyának, ezért a cukorbetegek is nyugodtan fogyaszthatják, és a cukorbetegségre hajlamosító tényezőt is csökkenti, illetve a rizikófaktorát. A rozmaring az egy csodálatos fűszernövény, de mint minden fűszernövény, először is gyógynövény volt, gyulladás csökkentő és magának a tisztaságnak és a hűségnek a jelképe, és nagyon sok országban a esküvőkön ott van az asztalon a rozmarin. Én ezt előszeretettel használom a burgonyás ételekhez, mert egy nagyon pikáns ízt ad neki. Használok még majd fokhagymát is, és rizs tejet, és nem használok egyáltalán lisztet, hiszen ezekhez a levesekhez nincsen szükségünk a sűrítésre, semmiféle lisztre, hiszen maga a burgonyának a keményítő tartalma fogja a sűrítést megadni. Az első lépésben, mivel ez egy sült édes burgonyaleves, először az édes burgonyát fogjuk megsütni rozmaringos olajban. Felvágom a burgonyát, nagy darab, kockákra tulajdonképpen. Hogyha friss az édes burgonya, akkor sokkal keményebb, mint a sima burgonya, de azért megbirkózunk vele. Karácsony tájékán én nagyon szeretem az édes burgonyát használni gyakran, és nem csak rozmaringa, hanem más zöld fűszerekkel is, és mindenféle köretként, de egy tálételként is, sőt, még lapcsánkát is lehet belőle készíteni. És mivel édes burgonyának hívják, ezért édesebb egy kicsit, mint a sima, általunk ismert, hagyományos burgonya, de pont ez adja az érdekességét majd az ételnek, ami utána készül belőle. Akár burgonyapürét is lehet készíteni belőle. Hogyha készen vagyunk a kockára vágással, fogunk egy ilyen gáztepsit, ami minden háztartásban van, és egy rizspapírt. A rizspapírra kibéleljük ezt a tepsit, és egyszerűen belerakjuk a burgonyákat. Csak így a kezünkkel. Körülbelül 2 édes burgonya elég lesz egy 4-tagú családnak a leveshez, de természetesen használhatunk többet is. Ha ezzel megvagyunk, akkor egyszerűen körülbelül 2-3 evőkanál olívaolajat csak így fogjuk és ráöntünk. Majd megborsozzuk, megsózzuk, és fogunk egy gyönyörű szép rozmaring szálat, vagy 2, és kezünkkel szétmorzsoljuk, lehúzogatjuk. Azért morzsoljuk szét, mert így az illóolajak teljesen ki fognak jönni a rozmaringból, és így az ízhatás sokkal, de sokkal érdekesebb lesz, és erőteljesebb. Ezt is próbáljuk meg, hogy mindenhova jusson belőle. Hogyha ez megpirul, akkor fantasztikus lesz az édes burgonyán. Természetesen ne felejtsék el, hogy a sütőt, mielőtt elkezdjük ezt az egész procedúrát, kb. 180-200 fokra be kell állítani és fel kell melegíteni, és az előmelegített sütőbe kell berakni az édes burgonyát. Az édes burgonya sokkal, de sokkal hamarabb megsül, mint a sima burgonya, kb. 20 perc múlva nézzünk rá, hogy készen van-e. Nem sokára készen van az édes burgonyánk, és addig megcsinálom a levesnek az alapját. Az nem más, mint 3 vagy 4 gereszt fokhagyma. Durvára fogom őket vágni, egyáltalán nem kis kockákra, hanem csak így. És olívaolajon ezeket barnára fogom pirítani. Felhevítek egy kis olajat. Körülbelül 1-2 evőkanálra van szükségünk. Felhevült az olaj,
belerakom a fokhagymát, és szépen arra kell figyelni, hogy ne nagy lángon süssük meg a fokhagymákat, hanem csak kicsin, mert képes megkeseredni. Úgyhogy jobb, hogyha nem keseredik a fokhagyma, meg mi se. És szép aranyszínű barnára fogjuk pirítani. És még adok hozzá egy kis rozmaringot. Ezt is megpirítjuk. Hogy igazán, igazán rozmaringos legyen majd a leves. Nagyon szép aranybarna, le is veszem, és megnézem, hogy készen van. Készen van ez is. Kiveszem az édes burgonyát, és ezt az egészet fogom, megrázom, és egyszerűen beleöntöm ide. Összekeverem a fokhagymás rozmaringgal, és mielőtt visszatenném a tűzre, belerakom a körülbelül 2-3 deci rizstejet, és a zöldséglevet, amit már előtte elkészítettem. Elkavarom, és visszarakom a tűzre, és forralásig várunk vele, majd az egészet össze fogjuk turmixolni, és készen is leszünk vele. Felfolt a leves, ezért ezt ide rakjuk. Picit borsot rakok még bele. És most csak az a dolgunk, hogy ezt az egészet összeturmixoljuk. Hogyha a krémlevest úgy szeretik, hogy nem teljesen krémes, hanem vannak benne egy kicsi darabok, akkor természetesen abba hagyhatják a turmixolást hamarabb. Én is azt szeretem, hogyha van benne egy kis édes burgonya darab, és ezt egyszerűen kimerjük. Kicsit hasonlít egyébként a sütőtök püréhez, de ez édes burgonya, ez teljesen más. Csodálatos narancssárga színű, amint említettem, a bétakarotinban gazdag. És pici rozmaringágokkal díszítjük. És jó étvágyat kívánok hozzá! A mai adásunk második része igazán az édesszájúaknak kedvez, ugyanis egy túró gombócot készítünk el túró nélkül, amit úgy nevezünk, hogy köles gombóc. Ugyanazzal a metódussal készítjük majdnem, viszont nem használunk tejterméket, tehát ezért a mai desszertünket is laktózérzékenyek nyugodtan fogyaszthatják. Nem teszünk mást, mint fogjuk a kölest körülbelül egy bögrével, beleöntjük ebbe az edénybe, teszünk bele egy bögre nátcukrot, megint nem fehér cukrot használunk, hanem ezt a nyers nátcukrot, és teszünk bele körülbelül fél liter tejet, de hogyha kevés, akkor majd fővés közben folyamatosan adagoljuk hozzá a tejet, de általában ennyi elég szokott lenni. Bekapcsoljuk és megvárjuk, míg az egész elkezd főni és a köles összefől. A kölest egyébként a népi gyógyászatban is használták, és sajnos nagyon kevéssé ismert a mai gasztronómiában, és szeretném ezt egy kicsit felfrissíteni. A köles nagyon hasonlít az árpához, viszont ez gluténmentes, és rengeteg kalciumot, B-vitamint, foszfort, mangánt és magnéziumot tartalmaz. Megint csak egy olyan ételről beszélünk, ami nagyon jót tesz a hajunknak, a körmünknek, a bőrünknek, és melegítő ételként is használják, és még tisztítókúrában is, és nem csak madár eledel ez, ahogy szokták hívni, mert igen-igen fontos, hogy kölest fogyasszunk, és nagyon-nagyon jó lugosító. Tehát megvárjuk, míg ez felfor, és utána összeállítjuk az öntetet is, ami egy joghurtos, fahéjas öntet lesz majd, amivel a gombócokat leöntjük.
Ese taki-taki. Ese taki-taki. A kézkölest, azt kiraktam egy ilyen üvegtálba, de hogyha nem elég masszás, tehát nem tudnak belőle golyókat formázni, akkor nyugodtan lehet még a meleg köleshez rakni grízt. Ez egy bio tönköly gríz, és ebből kb. 1-2-3 kanállal, evőkanállal hozzáadhatnak, és lefedik, és még hagyják egy kicsit. Én most ehhez nem adtam, mert elég sűrűre sikerült, és ehhez még hozzáadunk egy kis citromlevet, körülbelül egy fél citromnak a leve, egy citromnak a reszelt héját, és ezt összekeverjük. Várjuk meg azt, hogy langyos legyen a köles gombóc, hiszen akkor sokkal jobban formázhatóak lesznek, vagyis a massza, és abból jobb gombócokat lehet készíteni. Jó, ezt félretesszük, és jön most a joghurtos fahéjas öntet. Egyébként mondjuk málna szezonban, vagy eper szezonban, ami hamarosan következik majd, lehet éppen ehhez a túrógombóchoz, illetve köles gombóchoz egy nagyon jó málnás, vagy epres öntetet. Az csak annyival különbözik ettől, hogy fogjuk a málnát, és valamilyen édesítőszer, tehát mézet, vagy juharszirupot, vagy agávészirupot, és ezt összeturmixoljuk, és majd ezzel öntjük le, ezzel kicsit... eltérünk a hagyományos túrógombóctól, de most, mivel még nincsen eper szezon, sem málna szezon, ezért maradunk az úgynevezett porcukros tejföl helyett egy mézes, joghurtos, növényi joghurtos fahéjas öntetnél, és ezzel fogjuk majd leönteni az egészet. Tehát hozzátesszük körülbelül egy pohár joghurtot, egy pici fahéjat, összedolgozzuk. Én a fahéjat nagyon-nagyon szeretem, mert nagyon jó emésztést segítő, és például, hogyha zöld turmixunkba is teszünk reggel, vagy a gyümölcsökhöz teszünk, vagy például gyümölcsrátát készítünk, és megszorjuk fahéjjal, egyrészt egy nagyon jó ízkombinációt kapunk, másrészt pedig az emésztést fogja elősegíteni, és a káros felszabadult gázokat és savakat semlegesíti, tehát nem lesz problémánk a puffadással, hogyha valakinek lenne a gyümölcsfogyasztás közben. Jó, hogyha ez készen van, akkor nincs más dolgunk, mint nedves kézzel vagy vizes kézzel gombócokat fogunk formázni. Lehet kisebbeket, nagyobbakat, ki hogyan szereti, de biztos, hogy a gyerekek is imádni fogják, és végre a laktózérzékeny gyermekeknek sem kell lemondaniuk a túrógombóc élményről, mert ez tényleg annyira ugyanolyan ízű, és akár ezt a masszát használhatják palacsinta töltelékbe is, vagy minden olyan süteménybe, amihez mondjuk túrót használnának. Próbálják ki. És nincs más hátra, mint a mézes, fahéjas öntettel körbe, és rá, és mindenhova öntetbe burkolni. Remélem önöknek is fog ízleni. Nekünk ez nagy kedvencünk otthon. Próbálják ki önök is, és érezzék azt, hogy milyen, amikor nem tejtermékből esznek túrógombócot, hanem kölesből, ami mellesleg nagyon jó élettani hatásokkal rendelkezik. Tartsanak velem a jövő héten is, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!